A régi elemek már rossz állapotban voltak, újjáépítik a kerékpárút fahídját. Virágot tulajdonítottak a közterületről, az önkormányzat feljelentést tett. Ma volt a matematika érettségi, a diákok többsége ettől a tantárgytól tartott a legjobban. Kinyitott a halasi strand, könyvtárba is mehetnek a védettségi igazolvánnyal rendelkezők. Jó estét kívánok, május 4-e van, ezek pedig a legfrissebb kiskunhalasi hírek. Szép virágosak Halas közterületei, parkjai, a Halasi Városgazda ZRT munkatársai sokat dolgoznak azon, hogy szépek legyenek a virágágyások, ám ezt nem mindenki tartja tiszteletben. Az elmúlt napokban a város több pontján tűntek el kiültetett virágok, tette közzé a városháza, az önkormányzat feljelentést tett, a rendészeti munkatársak pedig kimentették a kameraképeket a vélelmezett elkövetőkről. Arra kérik a lakosságot, hogy aki az ingatlana előtti kertben hasonló viráglopást tapasztalt, és erről biztonsági kamerafelvétele vagy egyéb felvétele is rendelkezésre áll, a vélelmezett elkövetők pedig azonosak lehetnek, keresse a rendészet munkatársait. Teljesen kicserélik a kerékpárút fahídjának az elemeit a Kőrösi útnál. Több hetes előkészítő munka után ma bontották szét a hidat és szerelték be az előre legyártott elemeket. A beruházással sokkal biztonságosabb lesz a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedése ezen a szakaszon. Új elemek váltják fel a régi gerendákat, lényegében egy új híd épül. Halason a Kőrösi úton a főút mellett futó kerékpárút fahídjának az elemeit már annyira megviselték az eltelt évtizedek, hogy ideje volt lecserélni a kis hidat. A lebontott elemeken is jól látszik, hogy mennyire el volt már használódva az átjáró. A Halasi Városgazda ZRT kapta meg a kivitelezés feladatát, próbálták úgy megszervezni a munkát, hogy ez a legkevésbé zavarja a főúton folyó nagy forgalmat. A Kiskunhalas város önkormányzatától a Halasi Városgazda ZRT azt a feladatot kapta, hogy az 50 éve itt lévő bicikli és gyalogos utat újítsuk fel. Ez egy két hónapos tervezésnek a munkája, amit most látunk itt. Hát reményeink szerint ma be tudjuk fejezni az új hídnak a felújítását. Szerencsére az ERT-nek olyan kollektívája van, hogy profi szakemberekkel vagyunk igazániból ellátva, akik föl tudták mérni, újra rajzolták és kivágták a fát, illetve felületkezelték is, és most mi ezt beszereljük. Az elemeket előre legyártották a szakemberek, és a helyszínen már csak össze kellett illeszteni, illetve csavarozni a híd elemeit. A kerékpárút hídjának a felújítására már régóta vártak az erre közlekedők. A térség önkormányzati képviselője szerint is ez egy fontos beruházás. Régóta várjuk már ennek a projektnek a megvalósulását, de tulajdonképpen ennek az egész kerékpárútnak a problematikája egy hosszú éves folyamat, illetve ennek a problémáknak a megoldása, hiszen az elmúlt években az aszfalt több helyen lett javítva, szintén az önkormányzati vállalat jóvoltából, és ez a híd maga, hát nem is tudom megmondani, mióta, milyen régi lakossági igény már a felújítása, és most, ahogy szétszették, látszik is valóban a részeiből, hogy nagyon időszerű volt. Ki kellett ezt böjtölni az errejáróknak. Én nagyon szépen köszönöm a türelmüket, és köszönöm az itt dolgozó munkatársaknak, hogy ideig eljutottunk. Az az igazság, hogy igazán ez nem is az ötös körzet problémája egyedül, vagy a része, hiszen nagyon sokan használják ezt a kerékpárutat, akik erre mennek munkába, erre mennek hazafelé a környező településekre, illetve hát nagyon sok hobbi sportoló, kerékpáros futó jár erre, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek örömet okoz most ez a beruházás, és ahogy látom, egy időtálló és egy esztétikus szerkezet kerül ide, hogy még egyszer köszönöm az önkormányzati vállalat vezetőjének, munkatársainak, hogy ezt így megvalósítják. Várhatóan az új híd legalább annyi évtizedet kiszolgál majd, mint az elődje.
Pár napig még fogadják Halason az óvodai és bölcsődei jelentkezéseket. Mint ahogy többször is beszámoltunk már róla, idén is elsősorban online felületen történik a bölcsődei és óvodai beiratkozása város önkormányzati nevelési intézmények vonatkozásában. A beiratkozásról minden tudnivaló megtalálható a kiskunhalas.hu internetes oldalon. Itt lehet megtenni az elektronikus jelentkezéseket is. Ezen a felületen az érintett szülők május 7-ig küldhetik be a szükséges adatokat az intézmények részére. Aki nem tudja megoldani a jelentkezés ezen módját, az intézményeknél telefonon is érdeklődhet a teendőkről. A matematikával folytatódott az érettségik sora. A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnáziumban és Technikumban is rendben lezajlottak a vizsgák. A diákok számára hiányzott a jelenléti oktatás, a tanáraik igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy sikeresek legyenek az érettségik. Nem mondom, hogy könnyű volt, de remélem, hogy nagyon jól sikerült. Mindent megtettem, hogy a legjobbat hozzam ki magamból. A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum diákja Vaski Virág fogalmazott így a tegnapi magyar nyelv és irodalom érettségi kapcsán. A tekosok számára is matematikával folytatódott a számonkérések sora. Virág azt mondja, nehéz hónapokon vannak túl. Elég rosszul éltük meg, főleg, hogy se szalagavatónk nem volt, semmilyen ünnepség, amit így 12-esként mindenki vár. A tanulásban is kicsit hátráltatott minket, de próbáltunk nagyon jól felkészülni, videókat nézni, sok tanár is mindent megtett azért, hogy sikerüljön nekünk az érettségi. Nyerges Anna Dorina szerint sokkal könnyebb lett volna a felkészülés jelenléti órákkal. Nekem sokkal könnyebb szemtől szembe a tanárral kommunikálni és úgy átvenni az anyagot, mint online, de szerintem mi is és a tanáraink is mindent megtettek annak érdekében, hogy a legtöbb mindent átadjanak nekünk. Végzős évünkből tulajdonképpen semmit sem élvezhettünk, és szerintem ez nagyon fog érződni. Köszönöm. A diákok az épületbe testhőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés után léphettek be. A folyosókon maszkot kellett viselniük. Pintérk Szavér konkrét továbbtanulási elképzelésekkel vágott neki az érettséginek. Konkrét elképzelések vannak, remélem is, hogy az érettségvel ezt sikerül is megvalósítani. Szegedi Egyetemen néztem karokat, ott is inkább a gazdasági vonal, ami számomra érdekes. Kocsis István számára hiányzott a közösség. Gyakorlatilag ezt a tanévet 3/4-ig otthon töltöttük, így picit megnehezítette a felkészülést, hogy a tanárainkkal nem tudtunk személyesen konzultálni, de úgy gondolom, hogy minden tanár mindent megtett annak érdekében, hogy normálisan felkészüljünk az érettségire. A tantermekben nem volt kötelező a maszk viselése. Rövid előkészületek után pontban 9-kor elkezdődött a vizsga. Sok sikert kívánok, jó munkát mindenkinek! Téglás László, az intézmény igazgatója arról beszélt, hogy már készülnek a jövő hétre, amikor visszatérnek a diákok a tekóba. Terveink szerint 10-től már a jelenléti oktatás elindulhat itt a középiskolában is, tehát megtelik újra élettel az iskola, és hát ilyen szűk körben való gondolkodás alapon azért dédelgetünk tervet arra, hogy egy picit valamit megidézünk az elmaradt ballagásból. Újra lehet úszni és fürdőzni a halasi strandon. Ma reggel 6 órától ismét fogadja a vendégeket a Halas Termál Kft. A fürdő területén azonban be kell tartani a kormányrendeletben foglalt szabályokat. Eszerint csak az érvényes védettségi igazolványra rendelkezők léphetnek be. Ez a szabály a 18 év felettiekre vonatkozik, és a védettségi igazolvány mellett a személyi igazolványt is be kell mutatni a belépésnél. A 18 éven aluli védettségi kártyával nem rendelkező személyek csak abban az esetben látogathatják a fürdőt, ha velük van egy védettségi kártyával rendelkező másik személy, aki nem feltétlenül kell, hogy a szülő legyen. Emellett kérik a távolságtartás szabályának betartását is. Jelenleg a fedett medencék üzemelnek, és a kórház felüli pénztár működik. A témára a napokban részletesebben is visszatérünk.
A mai nappal kinyithatott a Halasi Martonosi Pál városi könyvtár is. Az intézmény a védettségi igazolvánnyal rendelkező olvasók és a felügyeletük alatt álló kiskorúak számára megnyithatta a belső tereit. A könyvtárba érkezőknek igazolványt is vinniük kell, amit az ajtóban az ellenőrzési ponton kell bemutatni. A könyvtárban a válogatás és kölcsönzés idejére lehet tartózkodni. A helyben használható szolgáltatások, így az olvasóterem és a számítógép használat egyelőre nem vehetők igénybe. Mostantól visszaállt a régi megszokott nyitvatartás is. A kapukönyvtár szolgáltatás továbbra is működik a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező olvasók számára. Ők a megszokottnak megfelelően az előre igényelt dokumentumokat az ajtóban tudják átvenni. A hétvégén már a hívek jelenlétében tartották a Halasi Református templomban az Isten tiszteletet. A közösség fokozatosan állt át a jelenléti alkalmakra, így például a bibliaórákat még az interneten tartják. Az egyházközség szeretné folytatni a megkezdett felújításokat is, részben pályázati forrásból. A Halasi Református templomban is nagyon sokáig a hívek személyes jelenléte nélkül zárt ajtók mögött tartották az istentiszteleteket, és csak a webes közvetítések segítségével lehetett figyelemmel kísérni a szertartásokat. Most viszont itt is megnyíltak a lehetőségek, ismét lehet személyesen jönni az istentiszteletekre, viszont továbbra is mindenkitől az aktuális járványügyi előírások, szabályok betartását kérik. A református templomok május 2-től nyitottak ki ismét, viszont Halason a bibliaórák egyelőre még maradnak az interneten. A bibliaórákat még online tartjuk egy darabig. Egyrészt talán hozzá is szoktunk, kényelmes is valamilyen szempontból, hogy otthonról lehet így beszélgetni a megfelelő programokon keresztül. Másrészt azért az oltás sem 100%-os a védettség azért senkinek se, úgyhogy így még azért óvatosabbak vagyunk, de majd hamarosan reméljük júniusban vissza fogunk tudni pünkösd után a bibliaórákkal is térni majd a személyes találkozásokhoz. A Halasi Református közösség az elmúlt hónapokban is tartotta egymással a kapcsolatot, és akinek kellett, próbáltak segíteni, vagy lelki vigaszt nyújtani. Volt egy kapcsolattartási lánc is a telefonokon keresztül, az interneten keresztül is, meg a legidősebbek is megtanulták a okostelefonjukon a Zoom program használatát, vagy más ilyen üzenőprogramokat is. Úgyhogy ez nagyon jó volt, ezt úgy ki tudtuk használni, és tényleg meglepően frissen tudtak alkalmazkodni az idősebbek is ehhez az újfajta technikához. Erre talán jó volt, hogy ezt úgy megismerhették, és hát személyesen is igyekeztünk gondoskodni főleg a gyászolókról. Sajnos elég sok temetésünk volt így a járványjal kapcsolatban is. Nagyon szomorúak ezek a találkozások, és nagyon megértjük ezeket a családokat, akik úgy hirtelen egészséges szülőt, nagyszülőt veszítettek el leginkább, de voltak fiatalabbak is, akik áldozatul estek. Rájuk is gondoltunk, és velük voltunk lélekben és imádságban. Jó hírt is kapott a református közösség, tovább folytatódhatnak a fejlesztések, így a templom felújítása is. Folyamatban van a templomunk külső felújítása, még nincs egészen készen, és pályáztunk is ezekre a munkálatokra. Hát nyertünk most egy 15 milliós pályázatot, egyházmegye is valamennyivel támogatja, saját erőnket is hozzátesszük, és hát folytatjuk ezt a megkezdett munkát. Illetve hát van még sok egyéb elképzelésünk is az intézmények fejlesztésében, úgyhogy ezekre is beadunk pályázatot, illetve kérünk segítséget. Reméljük, hogy folytatódni fog azért ez a megkezdett régi folyamatunk, hogy minden évről évre tudunk előre lépni, és valami újat felújítani vagy építeni. Egy különleges kiállítással nyit ki ismét a Halasi Sétáló utcai közösségek háza. A Halasi Média és Kultúra Kft. Szervezésében május 6-án, vagyis e hét csütörtökön 18 órakor nyílik meg az a kiállítás, mely drónfotók segítségével mutatja be a várost felülnézetből, úgy, ahogy azt még korábban nem láthatta a nagy közönség. A fotókat a Halasi Média és Kultúra Kft. Munkatársai készítették, és a nagy teremben kialakított új kiállítás
kiállító térben, illetve az előtérben lesznek megtekinthetők. A rendezvényen beszédet mond Kuris István László alpolgármester, a tárlatot Daróczi Csaba díjnyertes természetfotós nyitja meg, közreműködik Harnóczi Virág Eszter és Lauer Zsolt. Fontos információ, hogy a programot 18 éven felüli érdeklődők csak védettségi igazolvány felmutatásával látogathatják. Szerdán reggel jelenik meg a Halasi Tükör legfrissebb száma. A lapban interjút olvashatnak Petőc Tóth Anikóval. A kiskunhalasi építész irodája is részt vett a világ legjobb szakembereit megmozgató pályázati anyag kidolgozásában. Kis Bernadett az új nemzeti kiválósági program ösztöndíjasaként országos díjat nyert, amelyről a Tükör újságírójának nyilatkozott. Németh Andrea, a távoli Izlandon fitness edző, a nem mindennapi élményeibe az olvasókat is beavatja. A heti Tükörben képes összeállítás látható a múlt heti vásárról. Most pedig röviden összefoglaljuk mai híradónk legfontosabb témáit. A régi elemek már rossz állapotban voltak, újjáépítik a kerékpárút fahídját. Virágot tulajdonítottak a közterületről, az önkormányzat feljelentést tett. Ma volt a matematika érettségi, a diákok többsége ettől a tantárgytól tartott a legjobban. Kinyitott a Halasi strand, könyvtárba is mehetnek a védettségi igazolvánnyal rendelkezők. Kedves nézőink, ez volt keddi hírösszefoglalónk, viszont kérem, hogyha tehetik, akkor mindenféleképpen maradjanak továbbra is a Halas televízióval, hiszen most jön az időjárás előrejelzés, megmutatjuk, hogy a következő 24 órában milyen időre készülhetnek városunkban és a környező településeken. Ezt követően jön a napi mozaik, melyben a múlt hétvégi díjugrató Grand Prix-ről láthatnak egy 8 perces összefoglalót. Fél 8-tól pedig az önfelett szórakozásé lesz a főszerep, hiszen koktél újra keverve magazinunkat láthatják majd. Én ezzel köszönöm meg ma esti megtisztelő figyelmüket, holnap este 7-kor is hozzuk a friss híreket. Viszontlátásra!